Üdvözlök mindenkit a Videodrom filmek csatornán, ismét filmajánlóval jelentkeznék, mai alanyunk pedig a csúnya gonosz 2013-ból. Annak idején a film plakátján óriási betűkkel hirdették, hogy Quentin Tarantino kedvenc mozia 2013-ból. No de mi lehet annak az oka, hogy a rendező zseni választása egy alacsony költségvetésű izraeli mozira esett? Nos véleményem szerint a film által képviselt műfajik a valkád, illetve a hangulat de nézzük a sztorit egy pár szó erejéig. Főszereplőnk egy nyomozó, aki elkap egy feltételezett gyerekgyilkost. Épp a legutóbb eltűnt kislány hollétéről érdeklődik egy telefonkönyv segítségével, amikor a főnökei leállítják. Bizonyítékok hiányában elengedik a gyanúsítottat, majd megtalálják a kislány hulláját. A rendőr nem nyugszik, tovább folytatja a nyomozást, majd egy fura segítő társa talál az egyik gyászoló apuka képében. A sztori alapja meglehetősen brutális és erőteljes trillert feltételez. Ugyanez megvan a filmben, de egészen bámulatos, fekete humorral nyakon öntve. Jó pár olyan pontja van a mozinak, amikor a néző elneveti magát, pedig tudja, hogy valójában nem szabadna egy ilyen jeleneten. Ugyanakkor nem kell megijedni, a rendező páros pontosan erre az útra akarja vinni közönségét. Itt azért mindjárt hozzátenném, hogy a csúnya gonosz bácsik által képviselt humorvilág nagyon okos és egyáltalán nem blőd. Sőt, az erőszak ábrázolása meglepően visszafogott a filmben. Ugyan különböző eszközökkel eléri a rendező páros, hogy a néző bőrén érezze a kínzást, de nem mutatják. Egy másik fontos eszköz, amihez nyúlnak az alkotók, a bizonytalanság. Mivel a néző ott kapcsolódik be, hogy elkapták a gyanúsítottat, így nem igazán tudja eldönteni, hogy valójában ő követte el a szörnyűségeket. Ugyanakkor ezt a bizonytalanságot átültetik a szereplőkre is, igaz, hogy teljesen más miatt. Az ő részükről inkább egyfajta morális, erkölcsi bizonytalanságot tapasztalhatunk. A csúnya gonosz bácsik azt a kérdést is megpendíti, hogy vajon minden emberben van-e sötétség, ami csak arra vár, hogy kitörjön. Így végül is a mozi képes idegörlő thrillerként funkcionálni, némi fekete humorral. És valószínűleg tartom, ez az a pont, ahol Tarantinónak nagyon bejött ez a film. Egészen mesterien képes megtartani az arányokat, egy pillanatig nem érezzük azt, hogy vigjátékot nézünk, képes végig megmaradni thrillerként. Az egészen nagyszerű rendezés mellett még két dolgot kiemelnék a filmből. Az egyik az egészen finoman megjelenő Izrael kritika, ami egy pillanatra sem válik hangsúlyossá, de érezhető, hogy ott van. A másik pedig a színészgárda. A két főszereplő nagyszerű alakítást hoz, egyedül a gyanúsítottat alakító színész esetében nem voltam teljesen meggyőzve. Aki kedveli Tarantino filmjeit, illetve az izgalmas trillereket, mindenképpen javaslom, hogy nézze meg a csúnya gonosz bácsikat. Nem csak nagyon jó film, hanem bizonyos pontjain kimondottan eredeti. Én a magam részéről összességében 80%-ra értékelném. Köszönöm, hogy meghallgattatok, sziasztok!